Szép jó estét mindenkinek! Megköszönöm Szilvi nagyon-nagyon érzekletes bevezetőjét arról, hogy milyen az intelligens kezdő szellem. Az intelligens kezdő szellem az pontosan olyan nehézségekkel néz szembe, mint aki nem tudja ennyire artikulálni a tapasztalatait, sőt, mivel jobban át tudja gondolni, ezért nehezebb, mert valóságosnak tűnik. És ha valami nagyon valóságosnak tűnik, akkor képesek vagyunk elhinni. A zennél az egyik legnagyobb tanítás az, hogy szabadságod és felelősséged teljes megtartásával ne azonosulj a tapasztalattal. Ha azonosulsz vele, akkor belezuhansz a múlt jelen és jövő hármasságába, és nem tudsz megszabadulni a kényszerből, vagy éppen kényelemből fölvett identitásoktól. A Budha pedig a pátriákkákkal egyetemben nagyon tisztán azt tanítja, hogy van megszabadulás, van olyan tudat, ami nincs széttagolva múltra, jelenre, jövőre, jóra és rosszra, énre és másra. Úgyhogy nagyon-nagyon -nagy örömmel hallottam Szilvia akaratának színeváltozását, ahogy az időjárás, az útviszonyok és az egyéb ilyen tektonikus földmozgások diktálták. És ez azért szép, mert van valami, ami nincs ezeknek a hullámvasutazásoknak kitéve. Na, azt keressük. És meg is lehet találni. Ha jó interjúd van, akkor azért. Ha rossz interjúd van, akkor azért. Szembe kell néznünk a saját reaktív tudatunkkal. És ami az interjúban annyira érdekes, hogy látszólag ilyen veretes klasszikus kínai-koreai történeteket oldunk meg, és közben pedig egyáltalán nem az a fontos, hogy Joe Junak volt -e kutyája, vagy sem. Vagy namcson életben hagyott -e egy egész állatseregletet, vagy sem. Tehát nem erről szól a történet, hanem a te tudatod tisztaságára. Tehát van reaktív tudat, és ez elképesztő komolyan tesztelődik a az interjúk során. És ez a reaktív tudat, ez pontosan olyan képet mutat, mint amikor ebben a hatalmas részecske gyorsítóban, Svájcban, melyet okosan a három kanton közötti elosztottak, ugye? Következő módon, ugye, proton nyalábok így összecsattannak, és a csattanásból egy ilyen 9 emelet átmérői atlasz detektor megnézi, hogy milyen részecskék születtek. Tehát a kuan és a te tudatod csattan, és megnézzük, hogy milyen reaktív tudatrészecskék születtek. Egy kis bű, egy kis vágy, egy kis motiváció, többet nem jövök visszahagyanak. Ez, ez a leghosszabb, ez a többet nem jövök visszahagyanak engem békén. Uh, utána még egy kis ilyen, ilyen kis csillámport gyűjtem, hogy hm, finom volt a kaja, most lehet, hogy fűszeres lesz, nem lesz fűszeres, szeretem, nem szeretem, de együnk gyorsan valamit. Tehát uh, ilyen kis reaktív tudatrészecskék csattannak a tiszta tudat érzékelő lemezére, hogy azt mondja, karmikus törmelék mutatkozik meg a szenzorodon. És ez milyen jó. Ugyanis a következő interjúig megint felgyorsítasz, megint jön a kérdés, megint csattan a válasz, és annak a nyomában megint a kis karmikus repeszek és karmikus mikrorészecskék megmutatkoznak, még akkor is, hogyha csak egymillió mod másodpercig léteztek és ezáltal tényleg megismered magadat, megismered a személyiségednek azt az oldalát, amit eddig nem, sőt, komfortzónádat egy halálmegvető mozdulattal elhagyva, megismered a világ működését is, és azt a darmát, amely ugyanúgy működik a te esetedben, mint a másik ember esetében, illetve a világ többi részének az esetében. Ez a szép a darmában, hiszen e, nem elmélet. Nem egy olyan tan, amit úgy megtanulunk, és megpróbáljuk a valóságot beszuszakolni a könyvlapjai közé. Hanem a darma az az ok és okozat külső és belső megfigyelés összegzése, egy olyasféle törvény, amely univerzális törvény, mert hogyha nem érzékelhető és kívülbelül nem tapasztalható, akkor a racionalitásnak pusztán értéke nincs. A racionalitás része az egésznek de sokkal inkább szolgál sem, mint uralkodik. És ezt az interjú szobában mindenki megtapasztalja, hogy elé egy egymondatos kérdést, és úgy ledobod a gép szíjat, hogy nincs az a traktor szerviz, amelyik visszarakja. Úgyhogy nagyon érdekes a reaktív tudat, mert egyszer csak azt mondja, hogy igen, igen, igen. Következő másodszor, nem, 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 és akkor sem és nagyjából a két szélsőség között az összes ilyen színárnyalat megvan, és te pedig a gyönyörűséges önvaló tisztaságában itt ülsz közben, és fáj a hátad, fáj a térded. Hol gondolkodsz? Hol nem? Hol volt? Hol nem volt? Hol jó Hol rossz Hol szeretjük a tanítót? Hol pedig fel, fel, akarjuk szabdalni a hagymavágókéssel? Tehát ezek a hánytorgások, ezek azért jók, mert végre meglátod, hogy mi az, ami benned működik. Mint karma, mint lélek. És utána ezzel elkezdesz dolgozni. Úgyhogy ha ebben a munkában tudok segíteni a kérdéseitek megválaszolásával, akkor itt a lehetőség. Az a kérdés merült fel bennem, hogy a hát más ilyen. Elméletek szerint, ugye, a, van ez a vonzás törvénye, hogy, a, hogy ott a gondolatok azok ilyen hasznos dolgok, mert hogy ha amire gondolsz, ezt bevonzod az életedbe. Ezt még nagyon régen olvastam erről, és uh, ugye itt meg mi most el szeretnénk távolítani a gondolatokat. Tényleg, és, te, és te olyat csinálsz, hogy el szeretnéd távolítani? Igen. És megy? Néha. Néha. Amikor a tücsökre figyelek, akkor nem gondolkozom. De akkor távoliak a gondolatok, vagy közeliek? Akkor nincsenek. Na, akkor nincs távolság vagy közelség, így van? Oké, okay, nincs. De hogy nincs. <laughs> ha van gondolat, van távolság és közelség, ha csak a tücsök hangja, akkor csz, 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 kész ennyi. Mi a kérdés? Az a kérdés, hogy, hogy milyen párhuzamot vagy bármilyen kapcsolatot lehet felállítani a mondjuk azt, hogy akkor ennek az a neve hogy vonzás törvénye, meg az ennek a, a teoretikája között? Az ember is teoretika, okay. de a vonzásnak vannak törvényei. A vonzásnak van egy pólusa, amit úgy hívunk, hogy taszítás. Tehát a vonzás és taszítás törvényei az a teljes kép. Itt nyugaton a pozitív gondolkodás, az önmegvalósítás, a sikerre jelentés, ezek a nagyon sok vastag könyvet eladó ideológiák, ezek állandóan csak az egyik oldalt hangsúlyozzák az én megvalósításának valamilyen formát, hogy én majd én leszek akkor, ha megkaptam ezt, megvalósítottam azt, elértem ezt, a ma, stb. Ezek hosszabb vagy rövidebb egótripek. Ezt hívjuk nem megszabadulás orientált ösvénynek. Tehát nyugodtan elérhezte bármiféle tárgyi eredményt, semmi gond vele, csak ezt ne cseréljük össze a felébredéssel és az élet és halál kötöttségeitől való megszabadulással, mert nem ugyanaz. Tehát ha ugyanaz a járműved egész életedben, akkor is meg kell különböztetni, hogy elmentél a szupermarketbe bevásárolni, vagy egy világ körüli utat megtettél. Nem ugyanaz. Tehát semmi baj a vonzástörvényekkel, taszítástörvényekkel sem. Mit akarsz? Ezt kell letisztázni. És hogyha azt akarod, hogy legyen egy új autód, és te erre gyúrsz, és egy száznapos kidót azért csinálsz, hogy legyen egy új autód, semmi gond, csak ne cseréljük össze ezt a megvilágosodás gyakorlatával. Hogy hallottad, csak tedd. Határozd el, lásd tisztán, ne cseréld össze mással, csak tedd. Egyéb iránt a legenda az, hogy a 70-es évek elején a szungszáns zenmester egyik tanítványából Nike marketing főnök lett, és mivel nem volt levédetve ez a just do it, csak cselekedj, ezért bement a marketing világba, és akkorát taroltak vele, hogy szinte semmilyen más szlogennel, semmilyen más társaság, ennyit nem. De az eredete a szungszáns zenimnak a koreai hal pun, a hal az a cselekvés, a csak pedig a második része, a hada tenni igéből származik, és mondja, halpon, csak cselekedj, just do it. Ez az, hogy dualisztikus gondolkodás, túl sok kételj, önbizalom és egyéb ilyen rárakódó rétegek nélkül, tisztán, primér módon, okot és okozatot látva, csak tedd. És ez volt először. Utána jött a többi és az összes matrica. Csak azt szeretném kérdezni, hogy ehhez kapcsolódóan hallhatnánk a újra, ha jól emlékszem, az a gondolkodásnak az öt típusát? Nem. Értem. Hát igazából azt szeretném tudni, hogy hogyan lehet leállítani, hogyha felismerem, hogy mondjuk egy olyan típus működik benne. Értem. Köszönöm szépen. Következő kérdés ott be. szépen beszélnél az elengedésről, de elsősorban a párkapcsolati elengedés folyamatáról szeretnék kérdezni. Az elengedés az az valami nagyobbnak a következménye kell, hogy legyen. Pusztán az, hogy te nem akarsz valakit, az nagyon önző és nagyon elégtelen dolog. Egyszer akartad, aztán meg nem. Miért? Egyszer megragadod, kell, és te is kell lesz, aztán pedig, hm, elengedlek, szevasz. Ez nagyon gyakran az, azt mondom, a jelenkori mentalitásnak, a számítógépes verzió. Tehát van a barátnő 1.0, aztán le kell cserélni az 1.5-re, aztán frissítesz a 2.0-ra, és akkor így szépen mész fölfelé, és ez nem más, mint a szeretem, nem szeretem tudatnak az állandó változása. És az ilyesféle elengedésben semmiféle megszabadulás nincs, hiszen kiment az ajtón, és a másik már be is jött az ablakon. Tehát amikor önképet engedsz el, amikor ragaszkodást engedsz el, amikor hamis azonosulást, illúziót, egyebet engedsz el, annak van tartós megszabadulás értéke. Mikor? Hogyha nem termeled újra. Tehát azt a gyökeret vet ki, amiből a gyomnövény kinőtt, és akkor annak a kivételével nem fogod újra termelni ugyanazt a növényt, ugyanazt a karmát. Csak az, hogy elengeded, azzal még csak a hely szabadult föl, és gyorsan megragadsz valaki vagy valami mást, és beteszed ugyanarra a helyre. Mi annak a karmának a gyökere? Honnan jön? Miért csinálod? Miért vonzol be hasonló embereket az életedbe különböző helyekre? És amikor ezeket megválaszolod magadnak, akkor egy kicsit tudatosult, hogy nagyjából ki vagy, és hogy működsz. És akkor megszűnünk megtéveszteni másokat. Ez az a legnagyobb törés a másik embernek, hogy együtt voltatok x hónapig, és akkor azt mondta, hogy hát úgy döntöttem, hogy elengedlek. Micsoda? Szóval miről van szó? Úgyhogy nagyon óvatosan kell ezzel az oldással és kötéssel, a megragadással és az elengedéssel bánni. Az öt fogadalomban szerepel egy olyan, hogy fogadom, hogy nem török meg elkötelezett, kölcsönös egyetértésen alapuló kapcsolatokat ez a régi formában úgy, úgy ment, hogy fogadom, hogy tartózkodom a házasságtöréstől, csak mostanára azért már a nyugati társadalmak nagy része kitalálta azt, hogy hogy lehet házasság nélkül is elég tartósan együtt élni, meg ilyen nagy formális elkötelezettség nélkül is teljes kölcsönös birtokviszonyt és közös életvitelt kialakítani. Tehát a fogadalmak magyarázatában ez benne van, hogy az eredeti értelme ennek az, hogy fogadom, hogy nem töröm össze a másik ember szívét. Csak ekkor beszéljünk elengedésre. Elengedted a másik ember szívét, lezuhant a csalódás padlójára, és össze is tört. Tehát hol van a ragaszkodás helyett a lojalitás, hol van az érzékszervi ragaszkodás helyett a szeretet, ezeket csak egy emberi kapcsolat tüzében és fényében lehet megtalálni és kikovácsolni. Úgyhogy ha elengedés, akkor legyen kölcsönös és közös egyetértéssel, és innentől kezdve az elengedés az nem egy álságos érték úgyhogy teljes, egyensúlyában és korrekt kontextusában, környezetében kell ezeket látni. És elsősorban az a fontos, hogy a másik emberben mi történik, amikor ezeket a műveleteket végrehajtod. Lenne egy praktikus kérdésem, az mindig eszembe jutott, amikor odaértünk a szövegben, hogy Mit jelent pontosan, vagy kit jelent pontosan a hegy istensége, akinek a nagyszerű jelenlétét kérjük? Amikor ide jönnek az emberek, akkor előbb-utóbb elcsendesednek, és megérzik azt az energiát, ami ebben a völgyben a hegyek által van. És az energiájának a megtestesülése az a hegyi istenség. És ez annyira erős volt a kínai mitológiában, ez egy teljesen kínai szerzemény, hogy a kóreai mahajánába is átment és annyira erős a néphitben, hogy ez az összes tanításban megmaradt, mert a mahajána nem írt, és nem uh, megoszt, hanem egyesít, és inkorporált, tehát beépít. És semmi gond nincs semmiféle kultúrával, csak ki lehet-e munkálni a meghaladó bölcsességet az adott kultúrában? És ki lehet. Csak kellő idős erőfeszítés kell hozzá. Tehát a mahajána, és főleg a zen a meghaladó mozdulatot készítette elő, és azt tanítja, és nem pedig valamilyen kulturális identitást állít vagy tagad. Mindenkinek van egy saját karmája, egyéni, családi, csoportos, és ezt identitásként hordozza. És a kínai népi kultúrában nagyon komoly mitológia van, és az egyik tagja az ez a hegyi istenség. Úgyhogy innentől kezdve ez bejött ide, és hát, hogyha a magyaroknak van nagy boldogasszonya, akkor egyáltalán nem idegen ez az európai kultúrától. Az európai kultúrában jelen van egy nagyon komoly, régi hagyomány örökség. Például az ír kereszténységnek az első 400 évét, ha megnézed, ott nagyon érdekes kolostori kultúra volt, mert a Szent Patrik féle térítési vonal ment, és nem az Augustinusi. Tehát teljesen más volt a hozzáállás a fogadó kultúrához, nem rögtön nevezték őket pogányoknak, eretnekeknek, stb. És sokkal toleránsabbak voltak, csak a tetejére rárakták a Jézusi alakot és a, az Isten hitet. És innentől kezdve, hogy a, a megváltónak a helye mindig legfölül volt, utána az alsóbb régiókban szerepelhetett egy csomó minden egyéb, Nota hogy a szentek, angyalok, kerubok és szeráfoknak a struktúrája és hierarchiája nagyon sokszor követte a népi vallásosság hierarhiáját, és innen alakultak ki ezek a, a hogy mondom, hibrid karakterek. És a hegyi istenség az nagyon komolyan benne van a mahajánában, és benne is kell, hogy legyen, mert hogyha nem tiszteled a hegyet, akkor a hegy nem fogad el, és kivet. Tehát mitől tudsz egy helyen megmaradni? Attól, hogy tisztelettel fordulsz a hely felé. És ennek van egy megtestesítője. <coughs> Szunkszán Zemmesternek volt egy másik híresebb mondása is, hogy put it down, hogy tegyük félre, tegyük le. És a kérdésem ezzel kapcsolatban az az, hogy amikor először idejöttem gyakorolni, akkor így egyáltalán nem hittem a sok minden ilyen buddhista dologban. Például a reinkarnációról többször is kérdeztem, és feléd az a kérdésem, hogy hogy tudom félretenni azokat a dolgokat, amit itt hallok gyakran, de nincs róla tapasztalatom. Mert mindannyian tudjuk, hogy van egy például a reklámhatás, hogyha valamit nagyon sokszor hallunk, akkor olyan szinten ismerősé válik, hogy beépül, és már elfogadjuk igaznak. És például ki lehet-e hagyni a darmabeszédet most, hogy távol maradok, vagy ilyesmi, vagy... Hogy tudom megőrizni magamat ö, teljesen szabadnak az efféle reklámhatásoktól? Tedd félre. Tehát megszülettél egy emberi testbe, milyen szabadságról beszélsz? Abban most felemlem a mikrofont, most megledekom. Ugyanígy az oxigén függőséget fel tudod számolni? Ha öngyilkos leszek, akkor igen. Emberi létről beszéltem ebben a testben? Ebben a testben nem tudom felszámolni. Felszám... De ki tudok lépni. Fel tudod számolni az ételfüggést, italfüggést, szeretetfüggést és az egyéb ilyeneket? Nem álmódom van, és nem, nem. szándékom van sem. Akkor a szabadság fogalmat kell nagyon gyorsan átalakítani, különben az idealizmusnak az elképesztő csapdájába esel, és ez az igazi negatív reklámhatás. A saját gondolataid ismételgetése és az ahhoz való ragaszkodás, reklámhatás. A darma beszéd pont ebből zökkent ki. Szunkszászonyi ma azért mondja, hogy tedd félre, tedd félre, ne ragaszkodj, ne akaratoskodj, ne projektálj, don't make, don't want, don't hold, don't attach, ez még a repertoárba tartozik, hogy végre valahára ezt egy pillanatra elérd. Semmi más nem számít. Ha ez legalább egy pillanatra megvan, akkor vagy az utadon. Addig csak keresgélsz. Ne konceptuálisan próbálj meg rendet csinálni, hogy mi az, amit elhiszek, mi az, amit nem. Tér vissza a gondolkodás elé. Tér vissza bármiféle koncepció és elmélet elé. Tehát ne egy száraz, rigorózus intellektussal próbálj meg rendet csinálni, mert az biztos, hogy öncsonkítással jár. Vagy olyan projekciókkal, amelyek semmi köze a valósághoz ide vissza az egészet, és így tett félre. Jó? Nagyon sokszor megragadnak így zenék a fejemben, amik, amikhez nagyon kötődök, és hogy ezt hogyan lehet felfogni, lehet esetleg ilyen mantraként, mert, mert, mert jó, jó, hatása van, vagy, vagy inkább úgy kell rá gondolni, mint, mint valami gondolat, ami csak kitölti a tudatomat a helyet. Hogy vagy? tudsz a zenére gondolatként gondolni? Micsoda szentségtörés ez. Tehát a zene is elvisz egy bizonyos világba, a saját rezgés tartományával, a saját tartalmával, és a mantra is, meg a csend is. Ha követed magát a zenét, akkor az valamilyen tudatállapotot eredményez. Ha követed a mantrát, akkor is egy bizonyos tudatállapotot kapsz, és hogyha csak csendet tartasz, akkor is. Melyikkel? Tehát ezek nem ugyanazok. De meg lehet az a hatásuk, hogy visszahoznak a gondolkodás elé. És hogyha egy tiszta tükörszerű tudatot eredményez az, hogy ismételked, hogy tarariraríram, tarariraríram, ebéd. Tehát a... Ha elkezdesz ragaszkodni a zenéhez, akkor ilyenek vannak. Tehát el is tudja vinni a tudatot a saját világába, és hogyha megtalálsz, hogy konszerv és itt vagy, akkor a mantra segít itt lenni. Megint csak, mit akarsz? Itt akarsz lenni? Le akarsz tisztulni? A jelenlétet meg akarod-e valósítani? Vagy pedig elkezdesz szörfőzni a különböző hullámsávokon? Mert azt is lehet. Nyugodtan. Tehát a mantrákról kérdezte, és a dáranik például az őt megelőző időkből is, mert a védikus időkből itt voltak, és voltak olyanok, amiket később építettek be, például a szívszutra így ilyen formában a Budha idejében nem hangzott el. Tehát ő kifejtette a dualitásoktól való megszabadulást, kifejtette az identitások levetését, hogy ezt hogyan lehet, és hogy milyen stációkon kéne a tudatnak végigmenni ehhez. De amilyen formában énekeljük, az egy két háromszáz évvel a buddha után lett így szintetizálva. Tehát világos, hogy egy élő ember így nem beszél, ahogy a szútrát énekeljük. Ahogy ez meg lett fogalmazva, és hát most gondold el. Túl csak néznének, hogy mi baja van? Tehát mit mond? És azért érdekes ez, mert ez egy hindu brámin memorizációs technika, magyarul mnemotechnika, és ahogy ezeket a szútrákat megjegyezték, az a szóbeli technika, az később ugye átment a recitációba is. És ezért néznek ki a szútra kötetek is úgy, hogy azt mondja, hogy így hallottam, és utána áramkörről áramkörre, mint hogyha felépítenének egy ilyen alaplapot, és abból a kompjútert, és a szerverparkot, és egy elképesztő rendszer van, olyan redundanciával, hogyha kilőnek bizonyos lapokat, történeteket, vagy akár egész szutrákat, restaurálni lehet a maradványadatokba. Elképesztő adatbiztonság van a buddhista szutrákban, pusztán az ismétlések, permutációk, rendszerek és egyebek által. Na, ember így nem beszél. De papok tudnak így memorizálni. És a korábbi mantrákat azokat is így szépen gyakorolták, memorizálták, a szútrákat hozzátették, tehát ez egy elképesztő svéd asztal a Tázsiában. És ami működött, az megmaradt, ami nem működött, az úgy feledésbe merült. Ez a természetes szelekció. A, hogy a mantráknak a funkciójáról szeretnék kérdezni, hogy amellett, hogy, hogy kiélez van a mantráknak Sokféle mantra van, hogy bizonyos helyzetekben talán elő lehet rántani, talán nem. Ezt szeretném kérdezni, hogy elő lehet rántani? Elő lehet rántani. Hát, hogyha hát be a... van készítve, akkor elő tudod rántani. Ha nem, akkor ott hebegsz, habox, és közben én a fájdalom, meg a szenvedés, meg a borzasztó tudatállapotok. De amit mondtál, a menedék, mint formai, jeltartomány, mint tudati funkció, és van egy transzcendens funkció is, nem kell elhinni, de hogyha megnyit bizonyos frekvenciát a mantra, akkor az, az, a csatorna az működik. Tehát a buthákról szóló ének a buthák birodalmát nyitja ki, az együttézés bóthiszatvájának a nevét, ha recitálod, az együttézés frekvenciát nyitja ki, és megint nyitva hagyjuk a kérdést, hogy azt a mi tudatunk teremti, vagy ezen kívül is van valami, ami aztán visszaszól, hogyha te helyesen szólsz oda. Na, ez az, amit itt és most nem fogunk eldönteni. Tehát csináld a dolgodat, és majd történik szépen az esemény, úgy, ahogy annak történnie kell. Ha ezt te eldöntöd, úgyhogy most a párhuzamosok találkoznak a végtelenben, vagy sem, hibát követsz el. Tehát nyitva adjuk a kérdést, hogy az emberi tudaton kívül van-e olyan objektív realitás, amelyik akkor is működik, ha te nem csinálsz semmit. Ez az a baj, hogy ilyen sült galambefektus, hogy jó, leülök a falá, majd megtörténik, az kérdez, nem. Másik pedig az, hogy te ne gondold azt, hogy egyedül vagy, és el, és el vagy szigetelve, mint kis emberi tudatocska, mert nagyon komoly következményei vannak annak, hogyha bizonyos tartalmú mantrákat recitálsz. Ezért az oltárkép az nem illusztráció. Az egy kapu, amit megnyithatsz. És ezt szoktam hívni a mantrával együtt a helyes szövetségi rendszerbe való belépésnek. Tehát amikor mi buddhák és buddhiszatvák neveit recitáljuk, akkor mi abba a szövetségi rendszerbe lépünk be. Azt az energiát követjük, azt a programot hajtjuk végre. Ha valami egyéb dallamot, tartalmat, identitást és egyebet veszünk föl, akkor azt az energiát követjük. De amíg emberi testben vagyunk, addig a mulandóság feltételhez és befejezetlenség hármasságával szépen szörfözzünk a saját karmikus hullámainkon. De honnan fúj a szél? Amilyen szél fúj, olyan hullámok lesznek. Innentől kezdve csak mantrázz, csak csináld. Amit mi itt összehordunk, és elképesztő rendszerességgel, vagy azt mondom, relevanciával megpróbálunk eljutatni hozzátok, az keleten néha több évnyi munka, hogy azt összeszed, mert nem rendszerezték. Azért nem rendszerezték, hogy mindenki a tapasztalatának a függvényében jusson el odáig, az első lépést azt megadták, és hogyha nem tetted meg a második lépést, akkor az kész le volt zárva. Miért? Mert nem értél meg rá, nem dolgoztál megérte, nem jutottál el oda. Itt nyugaton, hogyha nem építenénk egy legalább relatíve rendszeres tanítást föl, az emberek annyira nem látnának előre, és annyira nem hinnék el, hogy ez működik, hogy teljesen lehetetlen lenne átadni magát az utat magát a gyakorlatot. Tehát tedd, és a cselekvés által lesz a tiéd a tapasztalat. Ezért mondta a buddha, az összes pátriárk és minden valamire való tanító. Ne ragaszkodj a szavakhoz, ne ragaszkodj a tanítás verbális megjelenéséhez, ne mondj fölötte ítéletet csak intellektuális alapon, ne hidd el azért, mert átadják az idősebbek és a közösségnek ezt a magatartást kell fölvenni, hallgassd meg, ha érdekel, gyakorold azt, amely a tanítás ugye, tevőleges aspektusa. Nincs elmélet gyakorlat külön, van a tanításnak egy verbális és egy cselekvésbeli aspektusa. És hogyha igaznak érzed, nőj föl hozzá, ha számodra működésképtelen, dobd el. Úgyhogy azért kell fölnőni a tanhoz, mert különben nincs korrekt döntési alapod, hogy egyetem meglásd, hogy micsoda, működik, nem működik, és ehhez paradox módon egy olyan nagy kanál önismeret kell, amely hát a legelején elég ilyen kis keserű pirulákból áll. Tehát ez az önmagunkban való csalódások sorozata, ahogy az önismeretet elkezdjük nyerni. Ezért más, mint ez a hurrá optimista önmegvalósító, külsődleges, elképesztően sikerorientált, majd én, majd én, majd én, és akkor rakódnak rá a rétegek keményen vastagon. Ezért nem megy. Úgyhogy mantra legyen a talpán, amelyik ezt szépen át tudja fúrni neked, és végre valami kis fény ott az éjszakában megvillan. Honnan tudjuk, hogy melyik mantra jó? Amíg... Majd a mantra megmondja, hogy melyiknek vagy jó te. És akkor majd egy ilyen boldog mentális házasság kialakul, és a mantra kiválaszt téged, te meg őt, és akkor egyszer csak egy ilyen láthatatlan készfogóval ott eljegyzitek egymást. Tehát a mantra engem ez. Igen, pontosan. Te pedig néha mantrázol, hogyha engedélyt kapsz rá tőle. Az előző kérdésemet szeretném tovább fűzni. Köszönöm a választalat, és értettem, úgy érzem. Tehát nem konceptuálisan gondoltam én sem, hogy elhiszek dolgokat, hanem például, mint a mantráról mondtál az előbb, a mantrák energetikáról, az is egy olyan téma, amin egyáltalán nem hiszek benne. Illetve nem hittem benne egy éve. De olyan sokszor hallottam már tőled, hogy nem gondolkozom elméletben, hogy hú, ennek most van -e energetikai vagy nincs, hanem csak persze, hogy van. De, nem, de szerintem csak azért van, mert annyi szó hallottam. És hogy ettől hogy tudom megvédeni magam. de nem, nem teoretikusan, nem fejben, hanem hogy ez csak így beszivárog így a, a, lényembe, és így ami itt van, azt így átveszem. Amikor lélegzel, akkor meg tudod magad védeni az oxigén molekulák oxidáló hatásától? Nem. Látod, így megy ez. A másik bolygóra kéne mennem. Nem hinném. De pont ennek az önvédelemnek az óvatos lebontása lenne az ösvényen a feladat, és hogyha egy iskolából önvédelmet csinálsz, akkor előbb-utóbb elmész egy másikba, ott felélegzel egy ideig, hogy hát más a tanítás, hát más a tanító, hát mások vannak körülöttem, tiszta a kezdés, és akkor előbb-utóbb meg hogy Úristen, tehát itt is, itt is mást hisznek, mint én, meg többet, meg kevesebbet, és másképp gondolkodnak, és akkor meg ne elkezdek védekezni. Tehát amíg ezt az én struktúrát véded, és nem kérdésekben, hanem definíciókban gondolkodsz, addig mindig konfliktus lesz közted és a valóság közt. Tehát én nem azt mondom, hogy hidd el, vagy ne hidd el, hanem javaslom, hogy tedd fel a kérdést, hogy mi ez. És a mantra esetében, hogy működik. Most fizikailag te ülsz a legközelebb a a mantrához, mert ott van Siddham Sanskrit és korei karaktereket tőled 30 centire. Nem zavar a közelsége? Nem jut el a tudatom még úgy, hogy nem. Most már igen? Most zavar? Most már kezd? Gondolom, Lehet, elkezdte gondolkodni rajta. Azért szép, mert amíg nem tudtad, addig nem zavart. Most, hogy kimutattam, hogy ez ott van, akkor elkezdtük gondolkodni, hogy most beszivárog, vagy nem szivárog most. Hogy van ez? És hogy Sziddam Szanszki túl szivárog be, vagy koreaiul, vagy magyarul. Most akkor én hova szivárgok? Meg a mantra hova szivárog? Te most nézd meg ennek az infantilis gondolkodásnak a báját és a te terméketlenségét egyszerre. Tedd félre. Ezt már ismered. Ha jól következtetek, akkor például, hogyha Jézusnak a nevét mondogatom, vagy rágondolok, akkor az ő energiá, energiájára, vagy, vagy minőségére tudok ráhangulódni. Adassék meg néked a te hited szerint. Hát illetve, tehát ez lenne a kérdés, hogyha a Mahanája képes beintegrálni népi, régi népi öm, isteneket, eszméket, akkor akkor nyugodtan betehetnénk a szövegbe mondjuk Szent Ferencet is. Nem kaptunk rá engedélyt. Ez, 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 ez egy bemutat. másik sátornak a tulajdon ez a márkanév, és hogyha licencelni szeretnénk, ez egy nagyon komoly licenc lenne. Máshogy olyan, olyan, olyan tudásra vagy tanításra vágynék, így lehet ilyen idealisztikusan, ami így képes ezt is beintegrálni. Még egy kicsit idealistában? Hát mindent, teljesen mindent. Igen, tehát ez, ez, valóban. Miserere nobis. Úgyhogy mélységes együttérzés sem, mert amikor mindent akarsz, akkor semmit nem marad. És amikor elfogadod azt, hogy egy adott módszer szerint szépen kiüríted ezt az elképesztő állatkertet, ami belül van, semmi baj az állatkertel, csak a karmád viselkedésével van probléma akkor ebből a semmiből lesz a minden. De ha mindent akarod így szépen sátranként, vallásonként, istenenként, buthánként, soha, de soha nem fogsz elérni semmit. Állandó frusztráció, állandó hiányérzet, állandó elégedetlenség, betöltetlenség érzés, és a végére egy jó nagy szenvedélybetegség, egy ilyen hatalmas. Miért? Mert megpróbál tompítani a fájdalmat, és betölteni azt az űrt, amit így eddig nem tudtál, valami kémiával. És nézd meg, hogy akik szenvedélybetegségből gyógyulnak föl, mennyire elképesztően nyitottak a spiritualitás egy érettebb formájára, Egyrészt azért, mert a saját bullshit detektoraik elkezdtek jól működni, mert ezért maradtak életben, és ezt a fajta jó megkülönböztető képességet elkezdik használni, amikor ugye spirituális útválasztásról van szó. És már tudják, mi az üresség. Megtapasztalták, mert annyi szót töltötték tele magukat valami módon. És amikor ettől megszabadultak, beállt az az üresség, ami a helyes út és úgy nem lehet rajta maradni, ahogy ezt megtapasztalták, mert az kiöli a testet, és kész, véged van. De nagyon sokszor van az, hogy akik a pokolba lementek valamilyen módon, és valamilyen csodafolytán visszajöttek, azok sokkal, de sokkal hamarabb elsajátítják a helyes megközelítést, csak azért, mert már nem tudnak hazudni maguknak. Tehát milyen pokolba kell lemenned azért, hogy ezeket az ideákat elégesd. Te döntöd el, hogy ennek milyen mélynek kell lennie. Mi kell? Mire hallgatsz? Mi az, ami megérint? Csak ütni kell, vagy az ostor is már ugrik a jóló? Egyéb kérdés? Sokat beszéltünk arról, hogy csak tedd. Én egy másik dologról kérdeznélek a halogatásról nagyon sok gyakorlatilag. Arra majd később fogok válaszolni. <laughs> Arra kérlek, hogy inkább most. Nagyon sok gyakorlati praktikát próbálok alkalmazni, és mégis vannak olyan találkozások, amik úgy nem akarnak menni, meg vannak olyan telefonok, amik nem akarnak összejönni, hogy, hogy kell -e ebben foglalkozni. A, a halogatás és sietetés helyett, amiben itt nagyon nagy gyakorlatunk van ezen a környéken, így egy 10 km-es rádiuszon belül is, ugye? Az időzítés a fontos. Sem hamar, sem későn. Nem halogatunk, nem siettetünk. Most mi a legfontosabb, most minek van itt az ideje. Ha rosszul döntesz, akkor vagy felesleges nyereség, újra meg kell csinálni, vagy felesleges veszteség, soha nem fogod látni többet. Pedig szeretnéd. Nem szeretnéd többet látni, de mindig visszajön. Tehát ezek nagyon jó jelzések, hogyha valamit túl hamar vagy túl későn csináltál. Ha időben megoldod, akkor az úgy, abban a formában többet nem kell, hogy megtörténjen. Ugyanaz az ember ugyanúgy nem fog hozzád visszanyúlni, ha azt a helyzetet, azt a kapcsolatot helyesen megoldottad. Tehát nem halogatunk, nem siettetünk, időben cselekszünk, és ezért a pillanatnak elképesztő jelentősége van. Mert azt már nagyon sokszor mondtam, és fogom is, hogy ebben a pillanatban összpontosul a múlt, a jelen és a jövő összes karmája. Hogyha kellő időzítéssel dolgozunk, akkor a múlt, a jelen és a jövő összes karmája helyén van, mert a pillanat percepciója, tapasztalata is tiszta. Ugye a zennel a tudatunkat szeretnénk megismerni, és hát a pszichológia is az, ön, az embereknek a megértésével foglalkozik. és. Milyen párhuzamot, illetve ellentéteket vélezte felfedezni a kettő tudomány, vagy gyakorlat, vagy iskola között? Ugye pszichológiát hallgatok, és, és hogy inkább hiszek az ennek. Mint hogy hogy igazából, hogy a tudományos kutatásoknak van-e valami Rengeteg közel, jelentősége vagy... van. Persze, rengeteg jelentősége van. Nem fogok ellentétekbe és azonosságokba bocsátkozni, annyi interjúd már volt, hogy tud, hogy az azonos meg a különböző, az elég terméketlen dolog, de annyit tudj, hogy az igazi paradigmatikus eltérés a két nagyon komoly irányzat között, az az, hogy a nyugati nézet, nem mondom pszichológiának, mert már annyi van, pszichológia, parapszichológia, ilyen ológia, olyan izmus, stb., ezeket kollektíve nyugati nézetvilágnak mondom. A nyugati nézetvilág a mai napig nem tudta túlhaladni az egoitás önmagában való létét. Tehát nem tudta meghaladni azt a nézetet, hogy az éned önmagától van. Míg pedig a buddha idejétől és már a védikus időktől, már jóval azelőttől az ázsiaiak nagyon jól látták azt, hogy az éned az egy teremtett dolog, feltételek, kondíciók által létezik, önmagától nem, és mivel nincs önálló léte, ezért változtatható, feltölthető, kiüjíthető, és a többi. Nyugaton éppen ezért, mert az én abszolút mi voltát soha nem kérdőjelezték meg, nagyjából a monoteista behatások miatt, ezért a tapasztalat abszolút mi voltát és az azzal való azonosulást sem kérdőjelezték meg. Keleten pedig azt mondták, hogy az éned sem állandó, a tapasztalatod sem állandó. Az énséged, a személyiséged sem létezik önmagától, és a tapasztalat sem. Nyugaton az van, hogy eredetileg a teremtő teremtett, keleten, hatodik pártka, eredetileg semmi sincs. Tehát nagyon komoly nézetbeli különbségek vannak, és ez akármennyire is élesnek tűnik, ma már másodlagos. Tehát teljesen mindegy, hogy honnan indulsz. Az abszolút vagy relatív nézetektől, az én valóságától, vagy az én nem létezésétől. Az igazi kérdés, hová jutsz el? Tehát sikerül-e meghaladnod a saját illúzióidat? Sikerül-e egy válás tapasztalattal elérni azt, hogy igazából mi a lényegünk? És sikerül-e egy önzetlen segítő magatartást tanúsítani együttérzéssel és bölcsességgel? Mindegy, hogy milyen úton indult, mindegy, hogy milyen módszert követ. De eljut-e idáig, vagy sem? Ez a kérdés. Az önzésnek nincs kultúrája. Az bárhol megvan. Akármilyen nézet van fölötte, meg alatta. Ön. Ha a gyakorlással megszüntetődik, vagy megszűnik ez az én és a tapasztalás együtt. Tehát a tapasztalás az ö, tulajdonképpen az éntől függ, tehát hogy milyen karmikus töltetem van, és azt szabja meg, hogy én a tapasztalásokat hogyan értelmezem. Az is, és a legnagyobb szűrő és torzító faktor az az én. De hát az nem csak az éntől uh -huh. függ, az a tücsöktől is, a széljárástól, a minőségétől, nagyon sok mindentől függ. Uh -huh. De az én a legnagyobb szűrő. Uh -huh. Tehát amikor a tudat által teremtett világról van szó, akkor ez nem csak az, hogy a te tudatod, hát azért még van egy párnak itt, és részt veszünk egymás teremtésében, az egymás élményeinek a teremtésében. Hát talán amire ki akartam ügatni, hogy ahogyan én értelmezem, tehát a tapasztaláson azt hiszem most én azt értettem, hogy ahogyan én tapasztalom a világot. Tehát, hogy az én nem tapasztalja a világot. Andi szerint a világ. Hát, pontosan egy, így egy. van, Andi szerint a világ így van. Tehát, hogyha a tapasztalásaim mondjuk ebből a tiszta tudatból származnak, akkor megszűnik a tapasztalás meg az én. És a tapasztalás nem el... meg, az én igen. igen. Akkor az égkék és a fű és ez neked nem fájdalom vagy öröm. Csak az, ami. az zenben ez az ilyenség. Éppen ilyen. Kész. Aha. Csak láss, csak haj, csak gondolkodj, csak érez De ne gyártsd le azt a rusnanyad egoitást fölé, amitől ez jó vagy, rossz lesz, enyém lesz, másé lesz, stb. stb. Jó? No? Hogyha elérjük a tükörtisztaságú tudatot, akkor felismerjük-e az összes hazugságot, amit mondanának nekünk? Persze, hogyha odász a tükör elé, meglátod igazi arcodat, felismered az igazságot, utána gyorsan sminkelni kezdesz. Az ember ilyen? Meglátja, hogy milyen, aztán rögtön, hogy na, akkor most milyen legyek? Milyen lehetnék? Még milyenebb legyek? és akkor gyorsan egy-két réteget ráhúz a spaklival, tesek. És a többi ember hazugságait elhisszük-e még akkor? El szeretnéd? Nem. Hát akkor ne hidd el. Alapfeltétel, hogy a sajátjaidat először meglátod, utána Egen. már mások se tudnak ott hazudni neked, ahol azt a karmát megoldottad. És ahol nem? Ott az öncsalás és a mások hazugsága fönnáll. Ott még van egy vakfolt, a fixa idea, az abszolút identitás vakfoltja, azt megvéded. Amíg véded, addig a világ üti és támadja. Akár úgy, hogy simogat, akár úgy, hogy savaz, akkor is. Jó. Most az elmúlt három kérdésből és válaszból fogalmazódik meg bennem, hogy akkor tulajdonképpen az egy fontos cél, hogy megtapasztaljuk egyszer ezt a tiszta tudatot, és utána minden egyes pillanatban újra és újra ezen kell dolgozni, vagy vagy ezt kell fenntartani, megteremteni, mert hogy az én az állandóan ez ellen dolgozik, és vissza akarja állítani a régi üzemmódot, ezt mondtad tulajdonképpen? Tehát, hogy ez nem egy pillanat, ez elég egyszer... elkeserítően hangzik a minden egyes pillanat miatt. Itt egy darab pillanat van csókolom. Az örök jelen, arra gondolok, nem? Ne gondoljunk az örök jelenre, mert totál depressziós leszek tőle, tehát ne. Tehát ez a pillanat van, és kész. És ez nem örök, és nem jelen, mert a jelen és a múlt, és a jövő összes karmája itt van. Amit itt látsz, hallasz, szagolsz, tapintasz, ízlesz, gondolsz, érzel, mondasz, teszel, az mind mulandó. Tehát ha fel akarod ruházni az örökkel vagy a mulandóval, az hiba, hiszen a pillanat tisztaságában a tiszta tudatod mindig ott van. De nem tudod, mi az. Csak tapasztalhatod. Ha azt mondod, örök hiba, mulandó, az is hiba. Tehát hántsuk leróla a definíciókat, ne akarjuk megmagyarázni, és a tapasztalatot csak annyira artikuláljuk, és akkor és azoknak, ahogy nagyon kell. Azt szeretném megkérdezni, hogy létezik-e olyan, hogy lélektárs? Tehát előző életben találkoztunk, most újból találkozunk, és ha igen, akkor van-e dolgunk? Vagy... Csak akkor, ha ő is úgy gondolja. Uh -huh. Híres dalénekesünk mit mondott? Csak az a múltad, amire velem együtt emlékszel. Tehát ha a másiknak is ugyanez a képe, akkor az ott van. Ne hagyd, hogy külsődleges autoritás ezt neked meghatározzak, hogy igen, évikem, ez biztos, hogy így van, és akkor tényleg. Vagy pedig azt mondja, hogy évikem, nagyon gyorsan felejtsd ezt el, ilyen nincs, mert csak ilyen sejtgépek vagyunk, és a sejtjeid akkor mások voltak, mint most, stb. Ne külső autoritás döntse ezt el. És hogyha a kettőtök szívében ugyanaz, ugyanaz a realitás van, akkor az a közös realitás a És kész. Szívesen. Ha jól tudom, Szunkszán Zemmester nem nagyon engedte azt, hogy azt a gyakorlatot, ami során ő elérte a megvilágosodást, és száz napig csak porított tűlevelet evett, stb., hogy ezt megismételjék a tanítmányai, azt mondta, hogy ez szükségtelen, ha jól tudom. És eszembe jutott az, hogy itt ülünk tíz napot, vagy akár 90 napot, és vagy szívunk, vagy nem szívunk, mármint, hogy ez általában én döntöm el, hogy ezt szívásnak élem meg, vagy nem szívásnak élem meg. Ezt magamban észrevettem. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogy ezek a technikák így, így finomodnak az évek során? Hogy milyen, milyen jogon mondja azt Szungszán zenmester, hogy te ne menj át, ne, ne menj keresztül egy hasonló dolgom, mint én, mert ez túl sok volt, és erre nincs szükség. Barna, a karmád az finomodik az évek során? Mint a kőolaj. De ami a végén kijön, az még elég rossz. Um, Sunkshanszonyi ezt úgy mondta, hogy bizony, hogyha a tanítómmal korábban találkozom, akkor ilyen kemény gyakorlatra nem lett volna szükség. Ez még az ő idejében is eléggé extrém volt. Ez egy taoista technika, ami szép, lassan dehidrálja a szervezetet, elképesztően veszélyes, és amikor elkezdte, akkor elmondták neki, mert azért kapott instrukciókat, hogy három kimenetele lehet: vagy megőrül, vagy meghal, vagy eléri a megvilágosodást. És nem engedte a tanítványainak azt az aszketikus részt, amiben ő majdnem belehalt, és utána hat hónapig dolgozott rajta a kore egyik legjobb doktora, hogy életben maradjon a test, lehetett azt gyakorolni, mint ő hogyha valaki 20 órán keresztül énekelte a nagy dáranit, ahogy ő is csinálta, az nagyon üdvös és szép gyakorlat volt. Azt lehetett. Ő nem ezt az aszketizmust tanította, amit ő átélt, mert fiatal szerzetesként szinte teljes gyakorlat nélkül két-három hónapos kolostori tapasztalattal, ami akkor tényleg mivel volt egyenlő, már fölment a helyes és megcsinálta, olyan elképesztő tűz volt benne és inkább az atletikus felé vitte el, hogy egyél, de közben csinálja ezzel leborulást. Kipucol rendesen. Tehát nem kell ahhoz a testnek halálközeli élmény bekerülnie, hogy eléri a felébredést. Az se, hogy ugye zen nap, közis tábor és csak így el vagyunk, és akkor milyen jó, várjuk a csukpit, tehát ez se fog elmenni, de hogyha megfelelő módon vegyíted az aszketikus és atletikus elemeket, a technikában és a tudat irányvétele helyes, akkor szépen, fokozatosan a megfelelő áttörésekkel, transformációkkal meg tud tapasztalni azt, amire szükség van. És amit ő tanít, az tényleg a biztonsági zónán belül van. De te nyugodtan túllépheted a saját felelősségedre. Te dolgod. Általában az ilyen komoly gyakorlatok előtt az illető beszél a tanítójával, vagy valakivel, akit úgy tanítónak fogad el. Szunkszánszügyi esetében is volt egy ilyen. De nem csak úgy Vabankra fölment, hanem ahogy mondtam, megmondták neki a gyakorlat miben létét, hogy csinálja, mint csinálja, ezek a veszélyek, teljes technikai felkészítés volt. És a tapasztalatai alapján azt mondta, hogy ezt a tanítványaimnak nem. És kész. Az lenne a kérdésem, hogy Ugye a buddhista a gyakorlók körében, meg hát mondjuk egy másik vallásnál is az emberek általában van a célja a buddhizmuson belül nagyon sokszor az, hogy megvilágosodást elérjük. De gyakorlatilag akkor ez egy valamilyen módon helytelen célvétel, mert az ugye kiszámíthatatlan, hogy az ember mennyi karmát hogyan tud ledolgozni, mert nem tudok róla. Nem helytelen, csak részleges. Uh -huh. A megvilágosodás elérése, mint cél, nem helytelen. Csak tovább kell lépni onnan, és megkérdezni, igen, elérjük, ha elérjük, de mire használod fel? Uh -huh. Tehát nagyon sokszor, amikor valaki leragad a megvilágosodás képzetni, hogy jaj, felszeretnék ébredni, jaj, intelen szeretnék lenni, jaj jaj, 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 ezt és ezt és ezt akarom, hogy elérjem a megvilágosodást, és akkor jó szemű tanító visszakérdez, jó, elérted, mit csinálsz vele? és akkor ott van a nagy semmi közepén. Na most ez a nagy semmi közep, ez más, mint az üresség tapasztalata. Ez az más. Azért kell az irányvételt megtartani, mert a buddha tanításában is az szerepel, hogy érd el a felébredést, és szabadíts meg minden lényt. A kettő együtt érvényes. Csak a magad számára nem tudod elérni, mert te, mint elkülönült entitás nem létezel, akkor most kiébredjen fel. Viszont a karmádat azt jó, ha eltakarítod az útba. Tehát magunk számára, mint egyén akarni a megvilágosodást a legönzőbb dolog. És ezért van rögtön mellétével, hogy érdel a felébredést és segíts minden lénynek. És a kettő együtt normális cél. Miért? Nagyon sokan akarnak segíteni, nagyon sok lénynek, és tragédiák vannak belőle, mert a tudat tudatminősége olyan. Tehát a pokolba vezető út így van kikövezve jó szándékkal. A másik szélsőség, hogy úgy, úgy fel van te ébredve, hogy hajnal csillag legyen a talpán, amelyik olyat fénylik, de ott ül fönn a hegyen és magas, hogy ti nyugodtan, majd ha följöttök, majd akkor, de ő nem megy le, nem tanít, nem segít, nem él velük, stb. Ez a másik szélsőség. És az ilyen ember az vagy nagyon elmagányosodik, és egyébként marha jól el van, a természethez szépen hasonul, és úgy kezd el működni, mint egy fa, vagy egy hegy, vagy egy forrás. És ebben önmagában nagyon sok magasztos vonást föl lehet fedezni, de egyet nem, hogy azoknak, akik a völgyben élnek, a szamszárikus körforgást kellős közepében, hogy azoknak segített volna. Ezért nagyon fontos a kettő együtt. És akkor maga az a görcs, az, amit ki kéne venni belőle, hogy ez a mikor ö mert ugye az ember egy kicsit, mármint hogy én is, türelmetlen, gondolom én, hogy majd ez mikor fog bekövetkezni, de akkor ez nem lényeges, mert úgyse tudjuk, mert hiszen... Ö... Ebben a pillanatban igen. milyen helyzetben vagy, milyen kapcsolatban vagy, mit kell tenned. Ez szabályozza az időzítést. Tehát a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. Mint ember életünk kezdetétől a végig valamilyen helyzetben vagyunk, Valamilyen kapcsolatban vagyunk, és valahogy működünk. És ezt kell tisztán tartani, és önzetlenül tartani. És akkor nem kérdés az időzítés, mert a helyzet maga, a kapcsolat maga, a szükség maga megmutatja, hogy itt most mit kell tenni, és a többi. Tehát hm. így magától akkor történik. Hát ha magázlak, akkor magától. Ezen <síns> <Okay. síns> <síns> <síns> a kérdésem, hogy biztos, hogy, tehát, úgy, mondom, hogy, biztos, hogy van olyan, aki nem zenmeditációban érje el a megvilágosodást. Szerencsére, meg képzeld, hogyha monopólium lenne, az bejutna nagyon, igen? De, de hogy, de, hogy nem, nem, is feltétlenül valamilyen spirituális út, vagy hogy valami tudatos, nem, nem, tudatos, de hogy nem, nem valami spirituális útnak a követése során, hanem mondjuk egy, Kutyai például. Vagy vagy, 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 egy sport, vagy, vagy bármi, vagy zene. Tehát, hogy, de hogy, hogy, eléri ugyanazt a, az állapotot. Azt mi? nem tudjuk, hogy mit ér el, de valamit biztos, hogy elér. De hogy tudunk-e, vagy tudsz-e ilyen példát, mert... Szerintem a kutyai domárok között van olyan, aki ezt... <coughs> nagyon jól tudja gyakorolni. De hogy... Miért érdekel annyira az alternatíva a meditáción kívül? Mi az, ami szűk itt? Mit akarsz kitágítani? Engem nem érdekel. <laughs> nem, csak igazából azt, hogy ugye a, a, a szerzeteseknél mindig ö, tesztelték ezt, vagy tehát, hogy elmentek egy, egy már világ. A világok is tesztelték nagyon keményen. Az eredmény ugyanaz volt. Csinálod van valami foganatja, nem csinálod, nincs. A kutya nagyon jó tanító. Jó, csak Tehát, hogyha valamit folyamatosan, kitartóan csinálsz, és ez önmagában Butha állapotot eredményezne, akkor azok a szakik, akik az Esztergapad mellett 40 évet lehúztak, azok már többszörös bóthiszatvák lennének. És van, aki az is lett. Találkoztam olyannal. De önmagában egy 40 éves munkaviszony még nem eredményezi a megvilágosodást, hanem elképesztő egyszerű lenne, csak lojálisan, kitartóan, mindent félretéve kell csinálni, mindent. De mondjuk a legkönnyebb lenne egy mondjuk a 40 éves házasság. Az nagy munka. És hogyha az megvan, akkor aztán huhú. De látsz olyan idős párokat, akik 40 év után is vitatkoznak egymással. Keményen. Nem csak úgy szeretgetően. Keményen. Azt tartja őket egyébként összesen, mindegyik tudja, de az akkor is tud sérteni, fájni és égetni, hogyha 40 éven keresztül megy. Tehát nem pusztán a mennyiség, hanem a minőség is fontos, de a minőséget azt mindig valamilyen manifestációban, névben, formában, érzékelhető tartalomban találod meg. Szóval, hogy ismertél olyat, aki esztergálás közben világosodott meg, majd elment szerzetesnek? Nem. Ismerek egy olyan esztergályos embert, aki 40 éve legalább esztergál, és nekem ő egy bót a minőségű ember, olyan bölcsességgel bír, és a szakmáját, az emberségét nagyon tisztelem. Tehát nekem ő az esztergályos szatva. Ezeknek a régi mesterembereknek a bölcsessége és az ezzel járó együttérzés, ami sose volt így artikulálva és így kimondva, csak ott van, az olyasféle bizonyossággal ruházhat föl minket, hogyha ezt a tudatformát bármilyen formában, élethelyzetben gyakoroljuk, akkor a helyünkön vagyunk. De az egyszerű és tiszta az nem valamelyik szelemirányzatnak a tulajdona, ez így van. De oda el kell jutni valamilyen úton, és más útján nem juthatsz el, csak a sajátodon. Azt szeretném kérdezni, hogy uh, hogyan tudom azt, hogy mi, tehát hogy az adott szituáció mennyire az én dolgom, vagy nem az én dolgom. Mert ez egyértelmű, hogyha tiszta a tükör, akkor látom, hogy az én dolgom, vagy nem az én dolgom de amíg ezen a tükrön vakfoltok vannak, addig, addig hogyan fogom látni azt, hogy ez az én dolgom, vagy nem az én dolgom, vagy csak szeretném, hogy az én dolgom legyen, vagy csak szabadulni szeretnék, és azt szeretném, hogy ne az én dolgom legyen. Szerencsére van egy tágabb kérdés, ez a helyzetfelismerés, hogy milyen helyzetben vagyunk, és egy ugyanolyan általánosabb kérdés, hogy mi a kapcsolatom a helyzetben résztvevő emberekkel. És így a résztvevők között van-e valaki, akinek azt esetleg már valaki kiosztotta? Vagy ha nincs hivatalos kiosztás, mert nagyon sokszor van ilyen helyzet, akkor ki az, aki jobb minőségben meg tudja csinálni? Általában a feladatok valamilyen szociális környezetben vagy normarendszer szerint ki vannak osztva, le vannak szabályozva. És meg kell nézni a szabályok által adott határokat, ebben te szakértőnő vagy. És az illetékességi köröknél is ez van. Tehát, hogyha átfedés van, akkor először is egy kicsit szét kell választani az átfedést, ugye ki megkérdőjelező embereket, leülni és tisztázni a határterületeket. területeket. És ilyenkor természetes, hogy a vezető felé háromszögelni kell. Ez nagyon fontos. Ha viszont olyan helyzet van, ami spontán, nincs előre definiálva, akkor meg kell nézni, hogy abban a pillanatban ki az, aki gyorsabban, jobban, hatékonyabban meg tudja oldani. És önzetlenebbül is meg tudja oldani, mert ez a másik. Tehát a hatékonyság önmagában az még nem erény. Az, hogy a hatékonyság mellé önzetlen viselkedés és egy szerény hozzáállás párosul, az ugyanolyan fontos. Azáltal, hogy gyakorolunk rendszeresen tisztítjuk magunkat. Bizonyos helyzetekben már másképp döntünk, mást mondunk. Ezzel, ezáltal hatunk a közvetlen környezetünkre, családunkra, és így az ő karmájuk is kicsit finomodik, kicsit... Ha hagyják. Néha olyan ellenhatás van a környezetből, mint hogyha be akarnád őket szennyezni. Pedig pont az ellenkezője történik, szeretnéd őket megtisztítani, van -e egy ozmotikus, közvetett hatása a gyakorlatnak, és a tapasztalat az, hogy van olyan közeli hozzátartozó, aki menekül előle, és mind a két kézzel befogja a szemét, fülét, orrát, száját, nehogy tapasztaljon, és pedig rányílik, és azt mondja, hogy milyen fantasztikus, és ha te így boldog vagy, akkor én is. Te... Te? És ez nekem testkötő tapasztalat, egyik szülő ez, a másik az. A dolgoknak azért van üresség természete, mert akárhogy reagálhatsz rá. Akárhogy. A tipikus példa, hogy ha van rajta sapka, akkor azért. Ha nincs rajta sapka, akkor azért. Uh -huh. Rendkívül egyszerű. Köszönöm. Szívesen. Hogyha tudom azt az eszemmel, hogy fölösleges aggódni a jövőért, ahogy az előbb is mondtad, uh, akkor miért aggódom mégis? Tehát miért nem tudom kikapcsolni, vagy, vagy így, így, miért nem lehet ezt, ezt uh, valahogy egyszerűbben A belső megoldatlanságok az a miatt. Az igazi aggodalom az, hogy a saját hibáimból, megoldatlanságaimból egy következő helyzetet sem tudok megoldani. Tehát nem tudok megfelelni annak, ami elém jön, mert már a múltban sem feleltem meg. Tehát a saját karmikus letisztultság hiány, a karmikus akadály, ezek azok, amik az aggodalmat, jövő, bűntudatot, múlt, bizonytalanság, jelen, sugározek. Ezek úgy összejönnek. Ezek teljesen töről fakadnak hogy a félelem, harag, agresszió is. Nézd meg, hogy nem csak a jövő miatt aggódsz. A jelenben ott van a bizonytalanság, és a múltban a bűntudat. És ezeket kell megnézni, hogy, hogy lesznek egy egyenes. És hogy mit kell ahhoz kijavítani a tudatban, hogy ezek megszűnjenek. Na de mi van akkor, hogyha a jövőre vonatkozó félelmeim azok tőlem függetlenek, vagy tőlem függetlenek tűnnek, de mondjuk azt, hogy tőlem függetlenek, mondjuk világpolitika. Az tőled független? Gazdasági helyzet. Az is független? Nem kapsz túl hát, orrudit. Akkor majd megtudod, mi a függőség a gazdasági helyzettől. Hogy lehet független? Ugyanabban a világban élünk. Azt mondhatod, Ez. hogy szerinted tevőlegesen nem tudod Ez befolyásolni igen, ezeket a folyamatokat. Mondani, hogy igen, De mert nem mondjad, bennem. mert befolyásolni tudod. Tehát a tudatminőségeddel hatsz a környezetedre. Ez a tudatminőség nagyon sok hullámsávon szépen átmegy, és a tiszta tudatú ember hat az embertársaira, főleg azokra, akikkel nagyon sok közös karmája van. Tehát a nyitott csatornákon megy át először. Aztán már a falon is, ha elég erős. De nagyon fontos, hogy lásd a tiszta tudat gyakorlatának az elképesztő hatását, sőt az egyetlen érvényes lélekkapcsolatot, kapcsolatot. Miért? Mert az érzelmi manifestációjában a szeretetre épül. És az egyetlen egy érvényes lélekkapcsolat a szeretet alapú. Tehát nem csak magamnak akarom a megvilágosodást, neked is. Miért? Mert szeretlek. Azért. Mert a javadat akarom. Azt akarom, hogy boldog légy. Hogy önálló légy. És ezt nem mondjuk itt különben itt ilyen elképesztő, ilyen, ilyen érzelem folyamokat hömpölyögnének, és mindenki így röbdösne az interjú szobában, hogy mindenki szeret mindenkit. Na, vége a mámornak, kikerülsz a világba, és hogy? már nem szeretnek annyira, de ezt így nem lehet. Tehát ezért nem bombázzuk itt ilyen uh, érzelmi hordóbombákkal az emberek szívét, mert uh, ne kívülről, hanem belülről jelenjen meg ez a történet. Jó? Ne hívd azt, hogy tehetetlen vagy. Az érzelmi hozzáállás az egy sokkal mélyebb gyakorlatnak a következménye, és ezért nem tanítjuk az érzelmi pozitúrát, jelenjen az meg szépen spontán. És akkor elmúlik az aggodalom, mert feloldódott az elszigeteltség, megvan az az alapvető szeretet kapcsolat, amely szavak nélkül is működik, és onnantól kezdve érzed, hogy amit teszel, még a szobád magányában is, még egy távoli darma teremben is, minden lényre hat. Nincs olyan érzékszerfeszkötött tudatos lény, akire ez a gyakorlat, amit itt mi végzünk, ne hatna. Csak mennyiben veszi észre. És ha észrevette, mennyire használja fel, és ha felhasználja, akkor mire? Tehát ezek nagyon komoly kérdések, és én azt gondolom, hogyha tovább gyakorlunk együtt, és átéljük azt a fajta eredeti, tiszta lélek kapcsolatot, amely köztünk van, mindig is, akkor tényleg megszabadulhatunk a karmák illúziójától, az énségünk kötelékeitől, felébredhetünk, és megszabadíthatjuk ezt a világot a szenvedéstől. Köszönöm szépen!